Hát a kis családot mutatom neked, mert a kamera arra fordul, mert a kis feleségem olyan, mint a kalambói. Nagyon szép család. Ez a kis feleségem. Ők az ikrek, ő meg a nagyobb lányom. Ő nem nagyon szereti azt, hogy a farmban elmegyek szerepelni. Nem már. Miért alakult ki ez a fajta ellenállás? Győzéknél látta, hogy mi történt, hogy elment a győzikes ó, ott forgattak a gyerekek, benne voltak ebbe, benne voltak abba, és ezt látta a feleségem. És ő azt mondta, hogy ő ebből nem kér. Azokból a mendemondákból mi igaz, hogy a Győzivel ti rosszban vagytok? A semmié vagyunk háborúban. A semmié, ha haragszunk. Ez se jó. Nem jó. Meg a legrosszabb édesapánknak. Hogy láss ezt a nagy vitát közöttünk, ugye nem járunk össze, úgy mint régen, nem tudunk közös nevezőre jutni, de bejövünk ide Győzivel egyszer hozzátok, itt fogunk kibékül lenni az asztalnak. A Győző, ha hallod, Zsolti, te jelentkezz itt Vandana, mert Vanda tudja ezt összehozni. Én szerintem én Vandalban látom ezt a dolgot. Benne van. Benne. Ő abszolút. Olyan szépen beszélt velem, mondd meg, hogy el kell menni. Három igazság mai vendége Gáspár Zsolti, üdvözlő Zsolti. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a YouTube nézőket is. Jól mondtam? Sose vártunk férfire ennyit. Nagyon jól mondtam. Nagyon vártunk, nagyon régóta, de most végre itt vagy. Így van, megérkeztem. Na, Tomi jön a szabályokkal. Itt van három boríték, ebben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen érintenénk, de hogy milyen sorrendben haladjunk, azt te döntheted el, jó? Jó. Ha menjünk sorba először, akkor menjünk a sárgával. A sárgával megyünk, és a végén majd jön a te borítékod. A sárgában Vanda témaköre van. Hoppa. Na nézzük meg, hogy mit rejt a sor. Mi az igazság, Zsolti? Mit jelent számodra a gazdaság és a gazdagság? Hát az igazság az nagy dolog ebben a világban. Az nagyon kell, hogy a igazság megszülessen, és minél több igaz ember legyen ebben a világban. Mert akkor tud előre menni a gazdaság, akkor tudunk előre menni, és akkor születnek jó dolgok, én szerintem. Na akkor vegyük először a gazdaságot. Van egy óriási gazdaságod. Számodra szinte a szíveddel és a gyermekkorod óta tartó óriásivá kinőtt gazdaság. Ezzel kelsz, ezzel fekszel. Így van. Ezt édesapámnak köszönhessük, mert ő mindig azt mondta, amikor Bánya gépgyárba járt dolgozni, ő neki volt 500 forintja, és biciklivel elindult Győrbe, és azt mondta, hogy fiam, Győrbe kell menni, mert ő a kekszgyárban akar dolgozni, de nem ő akar dolgozni, hanem embereket akar dolgoztatni a kekszgyárban. És volt neki 500 forintja, meg egy biciklije, avval indult el. Salgótarjánból Győrbe. Így van, Győrbe. Akkor szeretett bringázni. Így van. Akkor írtunk a 88-89-87-et. Édesapám akkor alakította meg az egész birodalmat, mert jó emberekkel találkozott, igazságos emberekkel találkozott, és mindenki segítette édesapámot. És én arra büszke vagyok, hogy egy kis vidékről, Nógrád megyerből édesapám bányagépgyárba dolgozott Salgótarjánba, hogy kibüli törni. Uh-huh. Kibír törni, fel tudott fejlődeni, és én magam sem gondoltam volna, sajnos nekem is 8 általános iskolámban, és elmentem elvégezni ezt a szakmunkás képző iskolát, ott én pincérnek tanultam, felszolgálónak, de az én gyerekeim ma egyetemet végeztek, most készül a kislányom Kaliforniába, bevel Erbambusz programmal, nem tudom, jól mondom-e. Most végez a Metropolitan Egyetemen közgazdász, a másik lányom ma végzett, a nagyobb lányom Gabica. Akkor a generációváltás, azt, hogyha jól értem, az igazából, akkor nem is a te, meg a Győző, tehát a ti generációtokban történt meg, hanem a gyerekeiteknél. Így van. Hát ott van Győzinek a lánya, Evelyn is tanult, beszél több nyelven. Neked az honnan jött, hogy te a gyerekeidtől ezt elvárd, hogy tovább tanuljanak és felsőfokú végzettségük legyen? Ha megmondom őszintén, én láttam, hogy Győzinek a gyerekei meg tudtak csinálni, akkor ugyanabban a vérből vannak az én gyerekeim, Győzinek a gyerekei is meg tudta csinálni, és volt egy rokon gyerekünk, ott Nógrád megyerbe, kis falucskában, cigányok voltak, és orvos lett, és akkor mondtam a gyerekeknek, ilyen körülmények között, amit Győző papa megteremtett nektek, nem tudtok kitörni, tanulni kell, mert a tanulás az nagy dolog, senki nem veheti el, ha azt megtanulják rendesen, és a nyelv, én arra kérek mindenkit, ha nem is tanult szakmát, tanuljon meg angolul. Már akkor a világon mindenkivel tud beszélni. Hát kint voltam Evelinnel az Ázsi Expressbe, és leintettünk egy kocsit, és kiszálltak belőle francia. Egy csávó kiszállt, ott nősülnek meg, ott kapják a nyugdíj, ott alapítsák majd a családjukat. És a francia csávó beüt minket a célba. Másodikok lettünk, mert a Lilo testvéreket nem tudtuk megelőzni. Nagyon megszerettem a két testét, mert igazságos gyerekek. És akkor ott rácsodálkoztál, hogy az Evelynnek milyen jó, hogy mondjuk olyan szinten tud egy külföldi nyelven, egy idegen nyelven beszélni, hogy megérteti magát bárhol a világban? Így van. Te nem tudsz angolul? Hát én nem tudok, de sok emberrel tudok beszélni. Beszélek cigányul, románul, magyarul egy kicsikét. Térjünk már vissza a gazdaság. Menjünk. Egy picit. Mivel foglalkozik? Hogy kell ezt látnom, ezt a gazdaságot?
Hát édesapám, te irányítasz. Édesapám azon volt rajta, hogy minél nagyobb farmot tudjunk kialakítani, és Bábolnán, meg Nagyszent Jánoson Békés megyében megvett egy ilyen disznótelepet. Elkezdett először az öreg dolgozni ilyen 50 darab disznóval, utána lett 100 darab, és a legvégén 5000 darab disznó volt, 5000 darab disznónk volt. És most mennyi malacotok? Most már, ezt már felszámoltuk 5 évvel ezelőtt, ma édesapám 71 éves lett, és vissza akar vonulni. Ugye ez a 21. század ezeknek a fiatal gyerekeknek, ezeknek a büdös van, mindenki a telefon nyomdossa, ez inkább tanulnak, médiát tanulnak, és azt mondták, hogy ők nem foglalkoznak ezzel. Tehát alkalmazottat nem tudtatok igazán szerezni hozzá? Volt alkalmazott, de mi belőlünk nem foglalkozott vele, se az én fiam, se a Győzinek a gyerekei, se én nem tudtam vele foglalkozni, mert nekem más munkám volt, és azt mondta az öreg, hogy most van rá jó vevő, adjuk el. Annak lett malaca most. Így van. Így, na, jó, de... így van, annak lett malaca, és abból most a Gáspár család él. De még mindig van gazdaság. Van, nem? De ma kicsikébe van, amit magunknak termelünk. Akkor ez hány sertés? Hát most már nincsen, és körülbelül olyan 100 darab sertésünk van, amit levágunk saját magunknak, és minden csütörtökön van csirkevágás nálunk, a gyerkőcök a csirkének ez egyik részét eszik meg, csak a csirke mellét. És ha le van vágva mondjuk csütörtökön, akkor szombaton lehet kivenni a hűtőből, mert csak akkor eszik meg a gyerekek. És csak egyik részét eszik meg, a melléket eszik meg. És mi lesz a többivel? Azt hát a többit meg az öreg megeszi, mert ő nagyon szereti, Győző papa. Jó pörkölt van neki belőle. Szóval akkor vannak... Csiripöri nökivel, úgy mondják nálunk, hogy csiripöri nökivel. Mi is úgy mondjuk Békés megyében. Na, de akkor te tudod, hol van Geszt? Okay, hogy ne tudom. Geszt, ott volt édesapa, közelünkben van. Így van, ott volt a kastély, ott van a kastély, ami most szépen fel lett újítva. Ott gyönyörű volt édesapám, ott vette meg azt a disznó telepot, hogy beérünk Gesztre. Szent János. Így van. Az volt, amit eladtatok? Most tettél vele? Igen. Hát akkor tesse. Jó, szóval akkor most vannak disznók, vannak csirkék. És kacsak, bárányok. És akkor... Minden ugyanaz, megvan, csak kicsibe. De ott neked van dolgod? Hogy ne lenne? Én nekem van egy bárányom, a Bécike, ami már lassan, nem biztosítok el, 17 éves. Én minden nap beszélek. De amúgy meddig él egy bárány, nem tudom. Hát körülbelül, most ezt én sem tudnám nektek megmondani. De sok-sokáig él. Én minden nap beszélek vele, én többet beszélek vele, mint a feleségemmel. A bárányjal, a Bécikével. Elmegyek, elmondom, hogy mi történik a fővárosban, mi történik velem, és segít nekem a bárány. Olyan szépen terápia nézze. Szinte? Bécivel való van, így van. És akkor van a forgatás, én viszem magammal. Ott szóvázik velem. Végig ott van velem. Béci a Farm VIP-s foglalkozásokon vagy forgatásokon? Ott van velem, és amúgykor a legelső évadban ott volt mellettem a kocsiba, ott ült, én nem adom oda Bécit. Ja, arra emlékszem. Mert Bécike az egy áldott jó bárány, mert ugye a bárányok hallgatni tudnak. Jaj. Szépen meghallgatnak engem. Gyilkos humorod van. Gyilkos a humorod, és imádni való a dumád, és nagyon jó hallgatni, és nem tudom eldönteni, állandóan billegek, hogy melyik mondatodat vegyem komolyan. Mindet, rangat, barátom, mindet. Olyan nincs. De? Van, mert korrektnek kell lenni. 21. Hát nem azt mondom, hogy nem vagy korrekt. De a szavaim is úgy kell venni, hogy azok is... Egyébként én azt gondolom, pont a Tomival beszélgettünk tegnap este, ahogy készültünk erre a beszélgetésre. De még nem biztos, hogy ma elnézés, hogy eljövök, hogy az kétségbe esett. Elmúlt sok-sok év legnagyobb televíziós casting trúvája vagy. Felborozott. Mert a Farm című produkcióban, amiből már jó néhány évadban jeleskedtél, ennyire testre szabott a műsorhoz, tehát nélküled már nem tudnánk elképzelni szerintem, miközben egy über sikeres műsor, nagyon jó a párosotok is, mert egyszerűen... Nem csak elnézést kérek, az a test rokonunk lett, most megyünk a Szentkútra megkeresztelkedni, mert nem csak nálunk olyan, édesapám is nagyon szereti, nagyon szeressük őt, mert nagyon korrekt, és nagyon sokat segített, megmondom őszintén, ő tanított meg engemet 37 évesen olvasni. Na de hogy keresztelkedtek meg? Olvasni? Nem tudtam olvasni, mert ugye ott adtak egy kártyát, hát egy műsor volt, neked ott meg kell tanulni. Mert nektek az agyatok, az felír egy számítógéppel. Mert ti elolvastok, és utána ott vattok a színpadon, a műsort el tudjátok mondani kívülről. Megtanuljátok a papírról, és nem kell papír nektek, ugye, elmondjátok, hogy mi történik a sportban, mi történik bárhol, és ez nektek olyan agyatok van, hogy rááll az agyatok, és akkor mondtam, de nem csak meg ezt hogy csinálod? Mondom, segítsém ma nekem. És akkor bementünk az öltözőbe, bent voltunk reggel 9-től este 6-ig. És akkor ma izzadtam, verejtékeztem, és elmondta nekem, nem csak, hogy így tanuljam, meg szépen olvassam el, ne az egészet, két sor tanuljak meg, megint kettőt, és az egyik agyamba rakjam el. Jó tanárnő? Nagyon brutális. Soknak ajánlom, és el akarok menni hozzá megtanulni angolul.
hogy kicsit segítsen nekem legalább ezt kérni, azt kérni, tudjak egy kicsit angolul beszélni. Az angolul is nagyon jól tud, és tanítani is nagyon jól tud, és hadd tegyem még azt hozzá, amit a Laci mondott, hogy az utóbbi idők egyik legjobb találmánya vagy a képernyőn casting szempontból is, és minden szempontból, hogy igen, de egy olyan találmány, aki tanulni akar, és tanulni képes, mert amúgy egy csomó olyan nekem legalábbis élményem volt másokkal, hogy akik nem a televíziós világból keveredtek a képernyőre műsorvezetőnek, akár nem akarok senkit név szerint említeni és bántani, meg végképp nem, de akár színészek, akár bárkik, nem tették bele azt a melót, hogy megtanuljanak tévésül olvasni, nyilván tudtál olvasni, csak hogy úgy olvasd azt így a szöveget, van, azt hogy azt vissza is tud mondani. Megmaradjon. Sokan nem teszik bele ezt az energiát, és te beletetted, mert neked valamiért fontos volt, hogy ott helytálljál. Hát igen, és álmomban nem gondoltam volna, hogy én Demcsán Zsuzsival fogok farmot vezetni, meg főműsorba, és utána még jött nekem egy olyan, hogy Tilla Tillával is vagyok. Hát a Jóistennek sokat köszönhetek meg a TV2-nek, hogy láttak bennem, hogy én ezt meg tudom csinálni. Magam sem gondoltam volna, megmondom őszintén, hogy ott tudok lenni, és ezt meg tudom tanulni. Ha jól van, izzadott a lábam, fogytam 3-4 kilót, de ott tudtam lenni. És Palival is gollégalkoltunk, tudtam vele is dolgozni. Ez én számomra egy nagy dolog, hogy 8 iskolát végeztem, onnan Nógrád megy erbe a semmiből, de nagyon sokat köszönhetem ezt egyébként Győzikének. Mert Győzike talált ki engemet, ő vitt magával, ő formált meg, és őnek én nagyon-nagyon köszönöm, innen is tőletek. Mert ő talált nem győzött hangsúlyozni, mindig minden fórumon elmondott szó szerint győzőnek. Menjünk tovább, hogy melyik borítás jöjjön most? Hát a pirosat hagyjuk utoljára, mert a pirosat nem szeretem. A pirosat nem tamazom. A zöld legyen akkor. A zöld, igen, Laci. A zöld. Lacika. Köre. Na, lássuk. Húha. Na hát ez kapcsolódik is az előzőekben hallottakhoz. Mit jelent számodra a család? Hát a család az egy nagyon nagy dolog mindenkinek is, de nekem főleg, igen. Hát én a kis családomot ugye, nekem ikergyerekeim vannak, meg egy nagyobb lányom van, Gabica, ő már ugye 25 éves, ikergyerekek 22 évesek. Hát őket nagyon sok felkérést kaptunk a médiától. De a feleségem azt sem szereti, hogy itt vagyok. Hát sokszor meggyőzött, ha nem olyan szépen beszélt volna velem, nem jöttem volna el. De olyan szépen megkért engem, Vanda, hogy Zsoltiban számítunk rá, meg minden, mert mindig letoltam, hogy itt vagyok, ott vagyok, amott vagyok, nem, hogy tényleg ott is voltam. Hát a kis családom az egy brutális dolog mindenkinek. De mindenki kíváncsi rájuk is, ugye? Igen. És a feleséged az, aki nagyon nem akarja, hogy szerepeljen ő is, meg a gyerekek is? Igen, na megmutatom neked, mert a kamera arra fordul, mert kis feleségem olyan, mint a kalambói. Felállok egy kicsit, gyere. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen kis feleségem van. Ha? Ők az ikrek, ők a nagyobb lányom. Mehetsz is, büszke mindannyiukra. De ő nem szereti. Jaj, nem szereti. Nagyon szép család. Ez a kis feleségem, ők az ikrek, ő meg a nagyobb lányom. És a kis kutyát azt meg jobban szeretem, mint a rokonjaimat. Van egy francia buldog, hát ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy a francia buldog olyan boldogságot tud csinálni. Na de Béci a bárány azért nagyobb boldogságot. Az nagyon szépek egyébként mindannyian. Most a kutya is, de nem ő, tehát a gyerekek nagyon szép család. Úgy van vele a feleségem, hát ő nem nagyon szereti azt, hogy a farmban elmegyek szerepelni. Nem már. Nem. Pedig annyira autentikus személy vagy, amit próbált Laci is körbeírni. Tehát ha valakinek elhiszem, hogy gazda neked, amikor nézlek benneteket Juditban, ez miért alakult ki ez a fajta ellenállás? A gyerekeket óvja, vagy... Hát én szerintem az van, hogy Győzéknél látta, hogy mi történt, hogy elment a Győzike show, ott forgattak a gyerekek, benne voltak ebbe, benne voltak abba, kicsit nyugtalanná volt Beasszony is, Győzike is, felgyorsult náluk minden, ugye, és ezt látta a feleségem. És ő azt mondta, hogy ő ebből nem kér. Egy nagyobb magazin lent volt nálunk tavaly januárban, hogy akkor a címlapon ráteszik a feleségemet, reggel 9 órától kell neki dolgozni 3 óraig, és nagyon nagy pénzt mondtak, nagyon nagy pénzt mondtak. 5 millió forintot ajánlottak a kis feleségemnek. 5 millió forintot. Hát az nem kevés pénz. Hát ez nem. És azt mondta a feleségem, hogy megitták a kávét, ott, ahol az ajtón bejöttek, ott kell kimenni nekik. Ő nem hajlandó semmi pénz, és sehol szerepelnek. Mióta ismeritek egymást? Hát én 96-tól. Szeretem a kis feleségemet. Mindjárt 28 év. Nagyon szép gyerekekkel megajándékozott. Iker gyerekek születtek. Nikolasz, egy nagyobb lányom is született, a Gabica. És mink jó, baroszban együtt vagyunk. Az azért komoly. 28 év. Ki a főnök? Hát ő. De dacára annak, hogy ő a főnök, azért képes vagy meggyőzni, mert ugye elvállaltad mégis a farmot, elmentél az Ázsia Expressre, itt tehát vagy. A gazdálkodás mellett azért
azért ez a televíziós műfaj is bebe érkezett a lakásba. Hát igen, megmondom őszintén, hogy hogy csúszik ez be, mert most se tudja, hogy itt vagyok nálatok, most se tudja, nem. Hogy eljöttem, kapni fogok, mert amikor elmentem, és akkor megnéztem Demcsaknak, hogy kint Ansi Eszpresszbe a bulányat, mondom, de jó bulányat van Demcsak, otthon 3 napig nem tudtam aludni. Kaptam tőle 2 nagy sallért, előre buktam, a homlokomat is bevertem, úgyhogy bécikével kellett szavazgatnom. Ő nem mindig tudja, hogy eljövök szerepelni, nem mondom meg neki, mert visszafékez engem, és én ezt magamtól vallalom el, saját magammal megbeszélem, de csak olyan műsort, ami fekszik nekem. És mi hajt téged? Miért szeret szerepelni? Hát, hogy mondjam, ugye győzítősorok öltük, mert egy vérből vagyunk Győzivel. Először elvállalom, megcsinálom, és utána gondolom át, hogy most akkor jó volt ez nekem, vagy nem volt jó nekem ez? Kellett ez nekem? És akkor utána lássák a családom, hogy benne voltam a tévében, otthon van ebből egy kis vitam, most akkor mi menti el, mor, ez neked ma nem jó, ne mennyi, a munkáddal foglalkozza, azt csináljad. De mára ez lett a munkád, Zsolti. Nem mondanám egy ezt. Kicsit. Nem mondanám, még azt sem szeretem, ha nekem azt mondják, hogy jöjjön ide, mondják nekem, hogy te celeb vagy, vagy művész úr, vagy valami. Én nem tettem le semmit az asztalra. Én csinálom a dolgaimot, én szépen azt megcsinálom, és nagyon szeretem azt, hogy mikor az emberek ezen tudom őket szórakoztatni, nevetnek rajta. Azokból a mendemondákból mi igaz, hogy a Győzivel ti rosszban vagytok, meg jobban vagytok, hogy hol rosszban, hol jobban. Szóval oké, a testvérek között nyilván vannak konfliktusok minden esetben. De az, amit olvasni lehet, abból mennyi az igaz? Vagy mennyire mélyen igaz? Sajnos nem vagyok rá büszke. Az igazság az igazság, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon kommunikálunk. Sajnos. De közben meg, amikor most a Győzőnek volt az 50. születésnapja, akkor te halál boldogan köszöntötted őt a mindenféle felületeiden. Hát úgy, azért csak testvérek vagyunk, hát azért azt nem lehet letagadni. Ha most van neki szülinapja, névnapja, vagy bármi ilyesmi, akkor megköszöntjük egymást, meg minden, hát ez természetes dolog. De nem olyan szoros a kapcsolat, mint mielőtt anyukánk meghalt, azóta nem olyan szoros a kapcsolat. Szereted? Győzikét? Hát megmondom őszintén, egy vérbő vagyunk, meg olyan, ugyanaz, mint édesapám, a mozdulatai, minden. Igen. Persze, szeressük egymást, hogy nem, bármi probléma lenne, ha télennék az első, aki ott lenne. Keresed-e a békülés útját? Hát megmondom őszintén, most letiltott engem, úgyhogy ez a új telefonok, ezek nem jók, mert régen ugye felvette az ember, de ugye ez a új telefonok, azt lenyomja az ember, hogy nem akar beszélni a másikkal, meg a harmadikkal, és ez nem jó. Nem tudok kommunikálni senkivel, csak a kisebb lányjal, Virággal. Ővele tudok közös nevezőre jutni. És vele jóba vagytok? Jóba. Ővele tudunk kommunikálni, üzengetünk egymásnak. Te és azt, hogyha azokat a periódusokat, amikor rosszba vagytok, mert pontosan tudom, hogy majd, ha egy év múlva beszélünk, akkor kart-karba öltve jöttök be. A jóisten beszélem belőle, harcsak ott tartanak. Ott fogtok. Apukád ezt a se veled, se nélküled testvéri viszonyt, ezt hogy kezeli, hogy élte meg? Hát sorok, aminek a legrosszabb. Ugye 71 éves, ők is sokan voltak testvérek hatán, vannak testvérek, és ő azt mondja, hogy neki nem volt semmilyen testvérivel semmilyen problémája, nem volt ilyen harag, mint azt mondja, megvan mindenetek, azt mondja, és akkor most háborúban vagyunk, a semmié vagyunk háborúban, a semmié, ha haragszunk. Ez se jó, nem jó. Meg a legrosszabb édesapánknak. Hogy láss ezt a nagy vitát közöttünk, ugye nem járunk össze, úgy, mint régen, nem tudunk közös nevezőre jutni, meg azt jelenti a legjobban, hogy én Győzit egy nap felhívtam, hogy 30-szor. Aha. És most ott letiltottak, és nem tudom hívni. Sokszor rányomok. Akkor felhívtad egy nap 30-szor, akkor mindennel? Tehát, hogy a persze, mindenem, ezt így van, beszélgettünk, valamikor hülyeségi hívtam, akkor rányomok. Megértem a Győzőt. Hogy hát engem 30-szor így van, nagyon sokszor. Ennyire rajongtál érte, vagy rajongsz, talán mondhatjuk jelenben is. Tehát, hogyha 30-szor mindig közléskényszered volt, hogy mindent vele osztanál meg először, hát akkor tényleg lehet terhes ez a fajta rajongás. De nem az az igazi baj köztetek. Mi az igazi baj? Hát nem tudnám megmondani. Esküszöm, nem tudnám megmondani, hogy mi van a vita. De te gyerekeid és a Győző gyerekei, azok jóban vannak? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban nincsenek jóban. A Virággal van jóban, az én kisfiam a Nikolasz, az ikrekből az egyik. Ők nagyon jó kommunikációban vannak, ők majdnem együtt nőttek fel, úgyhogy sajnos csak a Virággal tudunk közös nevezőre jutni. Sajnos. Na jó. Ez se jó, egyébként ez se jó. Mindenkinek azt ajánlom, akik testvérek vannak, legyenek jóban, annak a gyereke is legyenek jóban, mert kicsi ez az élet. Tehát én is 50 éves leszek jövőre, elment az életem nagy része. 75%-am elment az életemből. És akkor most itt arról kell beszélni sajnos, hogy vitában vagyok Győzikével. Őnek is engedni kéne, meg nekem is.
Én szerintem. Hát egyébként mindig, vagy általában kettőn áll a vásár, igen. De bejövünk ide Győzivel, egyszer hozzátok, itt fogunk kibékülni lenni az asztalon. Ilyennek is kutyának. Egyébként én nagyon nagy szeretettel a nevükbe szerintem. Egyértelműen persze. Várlak benneteket. Na, itt, úgy legyen. Mert a szavaidból süt, hogy valójában ti azért nagyon szeretitek egymást, mert 30-szor nem beszélgetnek emberek egymással naponta, hogyha ha nincs egy mély érzet. Szóval Győző, ha hallod, Zsolti, te itt jelentkezz, itt van Dana, mert Vanda tudja ezt összehozni. Én szerintem én Vandalban látom ezt a dolgot. Benne van. Benne. Ő abszolút, olyan szépen beszélt velem, mondd meg, hogy el kell menni, olyan szépen felhívott engem, és nem adta fel, mondom, akkor most csak eljövök. Szerintem tudja a Vanda számára Győzi, úgyhogy ezt majd akkor megpróbáljuk összehozni. Na, jöjjön az utolsó, a piros, jó, nem kell tőle, az én témaköröm van benne, de kb. Csak véletlenül. Így szól, Zsolti, milyen híresnek lenni? Ezt a szót én nem kamalzom, nem szeretem. Hát de mert én nem vagyok híres, mert nem tettem le semmit az asztalra. Nem tettem le semmit az asztalra, én adom a komédiámot, embereket szórakoztatok, én nem is szeretem azt mondani, hogy híres vagyok, meg célebb vagyok. Itt állj meg. Az a legtöbb. Itt állj meg. Szórakoztatom az embereket, téged idézlek, most mondtad. Igen. Ettől te híres lettél, Zsolti. Nem a semmitől, ne húzd a szád. Ez egy teljesítmény ember, és te ezt ösztönösen tudod. Hát most megmondom őszintén, megfagyott bennem a vér, amit most elmondtam. Köszönöm szépen. Hát ez tényleg így volt. Ha már engem kiválasztottak, és itt vagyok Demcsaknak az útalába, és akkor ezt most meg kell tanulni, Zsolti, meg tudod csinálni. Ha szakadt rólam a víz, minden bajom volt, minek jöttél, de more, ezt nem kellett volna elvállalni, ebből baj lesz, ezt nem neked találtak, és meg tudtam csinálni. És segítséget kértem. Amikor nem volt jó, leállítottak a kamerát, vegyük újból, mert nem éreztem jónak. Uh-huh. Csináljuk meg még egyszer, mert ez nem lesz jó. Tehát amíg te belül azt nem érezted, hogy na ez oké. Igen, nem értettünk egyet, akkor mondtam Demcsaknak, ez nem volt jó, szóltam a stábnak, gyerekek, ezt csináljuk meg úgy, hogy én nekem is belülről én is örüljek, hogy ezt jól meg tudtam csinálni. Hát mert csak így érdemes. Így van. Amikor önazonos tudtál lenni. Akkor a hírességre húzod a szádat, rendben, de hát azért azt csak érzed a bőrödön, hogy ismert vagy, akkor mondjuk ezt. Azzal mit tudsz kezdeni, hogy úton útfélen megismernek és felismernek az emberek? Hát igen, ez van ilyen, szembesülök vele. Hát egyrészt örülök neki, oda jönnek, beszélgetnek velem, kérdezgetnek, hogy mi van Demcsákkal, mindig Demcsákot kérdezik, mi van Demcsákkal. Korda Györgyes Balázs Mári, nem? Igen, Demcsákot nagyon imádják, mikor jön a faluba lefelé hozzánk, mert szokott lejönni hozzánk, akkor azt szoktunk csinálni Demcsákkal, megyünk egy kört a faluba, kiviszem még, sajnos van nálunk a faluba egy ilyen cigánytele, kiviszem oda, megyünk egy kört ott a faluba, úgy vagyunk vele, hogy... Szóval te hogy éled meg azt, hogy ismernek az ember, hogy megismernek az emberek? Hát én megyek tovább is a magam útján, örülök neki, mindenkivel beszélek, senkit nem hagyok ott, mindenkivel közös nevezőre jutok, és csinálom a dolgomot. Tényleg egy találmány vagy. Na, tényleg. Jelenség. Azért ez a pasi bemegy valahova, ott hirtelen élet lesz. De hogy ez pont így van. De igen, mindenhol van most vagy. Igen. Mondtak, hogy nekem nem is kell ez, hogy rám tesznek ezt a izét, ezt a mikrofon. Nekem nem is kell ilyen, mert én tudom mondani magamnak, és akkor fel is veszi mindjárt a kamera. Nem is tesztek mikrofont. Igen, ott a Zsolti, akkor egyrészt ott 2 perc múlva szakad mindenki a röhögéstől, mert mond valami olyat a bárányáról, vagy kecskéjéről, meg mindenről is. Mindenről, hogy vége a világnak. Tehát, hát igen, elutaztunk, mentünk egy hosszabb távra a repülővel, és hátul ültünk. És a legvégén már elő voltam, ott beszélgettem mindenkivel. Ott tudtunk kommunikálni, Zsolt, itt van a fánról, minden, és hallottam, hogy ott beszélgetnek. És a legvégén ott voltam bent a legelsőnek, azt tudtunk beszélgetni, és nem ismertem őket. Veled egy társas út, az... Igen, cserítünk telefonszámot, tudtunk kommunikálni, és akkor... Nyitott vagy. Így van. De akkor vagy boldog, ha körülötted boldogak? Így van. Én még azt szeretem, hogy a lakatestvérem, hogy minden hétvégén összeszedem őket, csütörtök pénteken, és egy jó kajánlás, meg egy ilyen jó, odahívatom, mert nekünk ilyen nagy lakásunk van, és akkor ott beszélgetünk velük. És akkor hozatunk ki kaját, vagy főznek egyet, és akkor beszélgetünk. Mindenről, ezt történik. Nagyon. Igen. Azt szeretem, hogy nem csak mi vagyunk otthon, hanem jönnek a többiek is, és közös nevezőre jutunk. Na nézzük a te igazságodat. Na nézzük. Na. Azt mondja. Na nézzük. Adni jó.
Hát igen, igen. Adni jó? Igen, igen, igen. Miért fontos neked ez? Hát sokan nem tudják, hogy én indítottam egy ilyen Zsolti Gazda országi arrását, amit édesapámtól örököltem meg, ő 30 évig járta az országot, és aztán én is járom most az országot. Sokan nem tudják azt, hogy a Covid-ban első között vettünk részt édesapámmal, és arra nagyon büszkék vagyunk, hogy Szlávik főorvos úr, aki minden nap a tévében volt. Igen. Megkerestük édesapámmal, hogy segítsen nekünk, mert mink ezt átéltünk. Én is 3 napig voltam a kórházban, édesapám 10 napig volt balesetgyarmati kórházban, és innen is köszönöm nekik, hogy megmentették édesapámnak az életét, mert csak az ablakból tudtam vele kiabálni, hogy mi van, jó vagy öreg, minden oké. És átéltük ezt, hogy minden embert be kell oltani. Elmentünk a romákhoz, első között kidobtak minket. Másodszorra visszamentünk, vittünk nekik egy kis csomagot. Ilyen tartós élelmiszer. Gyertek be, így, meg úgy, meg amúgy. És elmondtuk neki, fényképeket csináltunk, rengeteg fényképet csináltunk, meg lehet nézni, hogy milyen tevékenységünk, mennyi csomagot osztunk szét. Oh. És akkor le tudtunk egy családból oltani 2 embert. Szlávik doki eljött velünk 2 alkalommal, adta nekünk ezt a oltóbuszt, rengeteg roma telepre elmentünk, mert attól féltünk, hogy elmennek a gyerkőcök, felülnek a buszra. Ők most a gyerekek nem tudnak semmiről semmit. És akik be vannak oltva, vagy nincsenek beoltva, megfertézik őket. És elmagyaráztuk nekik, hogy mink is ott feküdtünk bent a kórházba. Hogy ez nem hülyeség, ezeket professzorok, de akkor nem, akkor elveszik, csippet tesznek beléjük, elveszik tőlük a munkanélkülét, nem lesz jó, ez meg lesznek pecsételve. Mondom, mink is le vagyunk, be vagyunk oltva, semmi bajunk nincsen. Ha nem oltsátok be magatokat, akkor itt nagy betegségek lesznek, itt ezen a utcában el fog terjedni. És hála jó Istennek, egy hét múlva mindenkit le tudtunk oltani. De az oltásokon túl is segítettek, hogyha jól látom. Tehát ez nem csak az oltások. Hát most tavaly szeptemberben 5000 darab iskolatáskát osztottunk szét országszerte. 5000 darab iskolatáskát? 5000, igen, igen. Ez komoly. És rengetegen segítenek. Felhívunk egy telefonszámot, bejelentkezik, hogy Zsolti gazda vagyok, szeretnék mondjuk 20 karton banant. És azok a hipermarketon ruházok adják nekem. És itt szépen dokumentálva is van, ugye? Igen. Egy roma integrációs egyesülettel. Így van, az édesapám mi volt, ezt én megörököltem. Ez a tiétek, ez az. Igen, ügyvédnők, rengeteg nagy cégek támogatnak engem, és mondtam nekik, nekem ne pénzt adjanak. Vegyék meg az árut, szétosztom. Uh-huh. De nem akár, hogy nagyon jól bírja a derekad, itt más annyi dolgokat emelsz. Igen, rengeteg. Le a terrautóról. És ruhákat. Rengeteg kórházban, gyerekkórházban járunk be. Hénypal kórházban 2001-ben születtek az ikreim. Ezt még el kell, hogy mondjam. És műtötték, a kisfiam sérve volt neki, nagyon fájt neki az ikrekből, akkor 1 éves volt. És Mikulás napján műtötték meg. Mentem hozzá, vittem neki a kis csomagot, a kis Nikolaszkának. És feleszembe volt egy kisfiú. Nézte a kisfiamot. Kibontott azt a csomagot. Én láttam a kisgyereket, ami lezajlott benne. Elmentem abba a boltba, ugyanazt a csomagot megvásároltam, hogy átélje az a kisfiú azt, amit az én fiam. Mert neki nem voltak ott a szülei, és kibontotta. És azóta megfogadtam, a táblán ki van téve, a táblán a Hénypál kórházban, hogy Gáspár család 2002-től oda járunk. És minden évben viszem nekik a Mikulás csomagokat, gyereknapra megyek, meg van ezeknek az orvosoknak ez a szemlélésznap. Akkor Evelint szoktam küldeni, és viszi nekik a szendvicseket, mert meg kell nekik köszönni a munkájukat, hogy ennyi gyereket megmentenek, ott vannak bent a kórházban. És nagyon-nagyon köszönöm azoknak a adakozóknak, akik segítik a munkánkat, és ennyi csomagot szét tudunk osztani. Rengeteget látom. Országszerte. Nem csak egy helyre megyünk, ez egész országban megy. Ez a te gazdagságod, a lelki gazdagságod. Így van, így van, így van. És rengeteg celeb hozzánk át, rengeteg celeb, Csuti is mondta múltkor, hogy jön segíteni, rengeteg királynő, akik lent voltak a farmon, mind jönnek segíteni nekem. Rengeteg halászlét szétosztottunk, rengeteg halászlét, és azt is el kell mondanom, hogy a Lázarsév nagyon sokat segít nekünk. Lázarsév nagyon jó. Dobókata. Berecki Zoli, ne? Berecki Zoli is. Hatus Attila. Ilyen emberekkel vagyok körbevéve. Ilyen emberekkel vagyunk körbevéve. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan segítenek. Érted már, amit mondtam, Zsolti? Te beszívod az embereket. Azzal az intenzitással, és hát ki a fene tudna neked nemet mondani? Pláne akkor, amikor beszélsz a gyerekedről, meg egy másik kisgyerekről, és láttam, hogy könyvbe lábadt a szemed, ahogy fölidézted. És ez 22 évvel ezelőtt volt.
22 évvel ezelőtt. Oké, okay, és 22 év után is mész vissza oda a Megyek, muszáj visszamennem. Ha a Leostenek mindenkinek, aki megteheti, menjen vissza, a gyerekek azok nagy kincsek, azokra nagy szükségek, ma abból lesznek az orvosok, polgármesterek, mindenfajta tudósok, és a gyerekekre olyan szükség van, mint egy falat kenyérre. És azért is mutattam, hogy mennyi támogatom. Igen, itt a támogatók listáját. És még egyet ki kéne emelnem, autókereskedőknek elküldtem, most komolyan mondom, 200 darab e-mailt. 200 e-mailből egyetlen egy ember válaszolt vissza. Egyetlen egy ember. Mert autóra lenne szükség? Nem autóra, hanem hogy a Covid-kor ki tudjak menni a roma telepekre, telepjáróra, legyen szükségem. 200 e-mail, senki nem jelzett vissza. És volt egy ember, Molnár Viktornak hívják, ezt muszáj, hogy kiemeljem, ő behívatott engem, hogy menjek be, és mondjam el neki, hogy mit szeretnék csinálni. És még az délután biztosított nekem egy vadonatúj Nissan X-Trail-t, hogy Zsolti, ebben menni, ki tudja menni, és el tudjad magyarázni az embereknek, hogy az oltásra nagyon nagy szükség van. És ezen e-mailből egyetlen egy ember jelezett nekem vissza. De egy visszajelzett. Hála jó Istennek, ki kell, hogy emeljem, ez a Molnár Viktor, ez egy áldott jó ember. És rengeteg embernek segít, rengeteg programban benne vagyunk, a halászlét is ő hozzá köthető, ő hozott össze Lázár Sivvel engemet, dobókatával, ezekkel a nagy énekesekkel, celebekkel. És azóta én is oszlopos tagja vagyok nekik. Jól van. Köszönöm szépen. Te nem énekelsz. Nem tudok énekelni. De Gáspár jó veled beszélgetni, meg jó veled találkozni, és hát komoly dolgot csinál, Zsolti, sok szempontból. Mert amikor a tévében vagy, szórakoztat, amikor nem a tévében vagy, akkor jót teszel emberekkel, gyerekekkel. Szóval én most nem is búcsúznék hosszasan, hanem ezt akartam mondani, és ezt én hót komolyan mondom. Várunk vissza, amikor nektek jó. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hát én köszönöm, és Vandának köszönöm ezt a kitartást. Köszönöm szépen, Vandának. Úram, köszönöm. És nem bántam meg, megmondom őszintén. Ezért kapszol, majd otthon két pofont. Igen. Nem bántam meg, hogy eljöttem hozzátok, és nagyon szeretnék akkor visszajönni Győzikével, és letisztázni ezt a dolgokat, hogy azért csak testvérek vagyunk, azt azért ne felejtsük el. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.